Immár a hagyományá vált, hogy a felvételi időszak végén szóbeli elbeszélgetés során ismerkednek meg a gimnázium pedagógusai a lendő 9. évfolyamos tanulókkal. Idén sem volt ez másképp, ugyanis március 4-e és 6-a között közel 150 diák érkezett a Bocska István Katolikus Gimnáziumba. Szóbeli elbeszélgetésre várták a Bocska István Katolikus Gimnáziumban felvételiző Szerencsi és környékbeli 8. osztályos diákokat március 4-e és 6-a között. A végzős tanulók kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhettek meg az intézménnyel és leendő tanáraikkal. Hogy érezted magad az elbeszélgetésen? Nagyon jól éreztem magam, a bizottság kedves volt, jól el tudtam velük beszélgetni, úgy gondolom. A Bocska István Katolikus Gimnáziumon belül milyen tagozatra szeretnél jönni? Biológia tagozatra. És miért pont a biológia? Azért, mert szeretem a biológiát, mint tantárgy, és ezzel szeretnék tovább menni. Az eseményen Gazdóf Miklósni igazgatóhelyettes köszöntötte a résztvevőket, majd ismertette a délután programját. Elmondta, a szóbeli felvételi alkalmat adott arra, hogy felmérjék a tanulók általános tájékozottságát és műveltségét. Igazából nincs döntő jelentősége ennek az elbeszélgetésnek. Sok mindent figyelembe veszünk. Figyelembe veszük a félévi eredményüket, figyelembe veszük a központi eredményüket, és természetesen ez az eredmény is beleszámít. A kötetlen kommunikáció célja, hogy egy személyesebb ismerettség jöjjön létre a gimnázium és a tanulók között, valamint hogy kiszűrjék azokat a diákokat, akik képességben nem felelnek meg a középiskola elvárásainak.